Nemrégiben adomány érkezett az idősek Bervavölgyi otthonába, mégpedig kedden délelőtt. Németországból összesen 106 darab elektromos ágy érkezett Magyarországra, ebből 5 darabot kapott az EGRI intézmény. Stúdiónk vendég az adakozás lebonyolítója, a kutató, feltaláló dr. Csabai Zsolt. Jó estét kívánok! Szervusz Zsolt! Beszéljünk egy kicsit először erről a felajánlásról, jó, hogy ennek a történetét egy kicsit meséld el nekünk. Hát nézd, te ismersz engem ugye régebbről, úgyhogy én szívesebben adok, mint kapok. Én ehhez vagyok szokva, így lettem nevelve. A lényeg az, hogy tavaly is hoztunk már be ágyakat a fülleple alatt, külföldre is vittünk, szóval ahol tudunk, segítünk, nem szoktuk mindig nagy dobra verni. Lényeg az, hogy az idei ágyak az úgy történt, hogy megint tudtunk ennyit szerezni, jövőre is szerintem fogunk még szerezni megint ilyen ágyakat. Nekem mindig egy volt a fontos, hogy ne hulladékot, szóval én látom, sokszor hozzák be külföldre az autókat, ott örülnek, hogy megszűnt a hulladék, nem kell megsemmisíteni, itt meg hűde csoda. Na most ezt nem. Itt ugye idős emberekről volt szó, és akik ilyen ágyon fekszenek, általában betegek, nekünk azt kell nézni, hogy a kényelmet azt meg tudjuk oldani, hogy igenis legyen rajtuk segítve, legyen a mindennapjuk, aminek, figyelj, mi fiatalok vagyunk, azért 60 év, 50-60 év, ugye azt mondhatjuk, hogy mi fiatalok vagyunk, de azért mi se fogunk talán 20 év múlva olyan könnyen leülni, olyan könnyen lefeküdni, ami nekünk most természetes, az nekik már nem. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy pontosan ki állt e mögött az adomány mögött? Én vitéz is vagyok, egy vitézrendnek vagyok tagja, mert ott is ugye adunk, segítünk. Ezt az erdélyi vitéz lovagrend kezdte el szervezni, és így kapunk mindig felajánlásokat. Én meg szoktam azt mondani, hogy akkor ésszel jó helyre tegyük őket, ne csak egyszerűen szórjuk szét, hanem ésszel. A gondolat az volt, hogy ugye kórházak, vagy mit tudom én, tegyük fel dialízis centrumok, vagy valami, de ott annyira, hogy mondjam, ott olyan modern berendezések vannak, hogy ő nekik effektív, most odaviszek, valahol ott fog porosodni, arra nem biztos, hogy szükség van. Most volt ez az öreg otthon is, vagy az öregek idősek otthona, ahol kitört ugye ez a pandémia nemrég, és így egyszerűen a polgármesterre felvettem a kapcsolatot, hogy tudunk-e segíteni. Ez csak egy ilyen szívből jövő valami volt. Az ágyaknak normálisan elvileg megvolt a helye, úgyhogy én utána azon voltam, honnan tudok csipegetni, mert ugye volt úgy, hogy jött be egy kamion, ugye, és az egyben ment Székesfehérvár, és ott a komplett kamiont lerámoltuk is. Ugye négy kamion jött be, még lesz valószínűleg egy, és ez volt ugye a negyedik, és akkor mondtam, maradjon rajta. Tuza Lacinak itt szívből még egyszer, mint nemzetközi fuvarozó, köszönjük, mert tényleg jutányos árat mondott nekünk, ezt mind fizetni kellett. Ugye ez nem ingyen jött be, de ha úgy veszük, az ágyak önmagába, így néztem ezt a minőséget, amit kaptunk, szóval ez már full elektronik, full több hidraulikával ellátva, mindennel, könnyen mozgatható, ezek azért olyan 5-600 ezer forintban még így is benne vannak. Darabja. Igen. De nem csak Egerbe érkezett akkor ez az adomány, az ország minden pontjára? Mi mindenhova, ahova tudtunk, szétosztottuk, szóval ésszel próbáltuk szétosztani, és tényleg olyanoknak, ahol most egy ilyen öreg otthon biztos, hogy nem tudott volna magának ilyet beszerezni, viszont ez 10% körülbelül, és szerintem még az is kevés, úgyhogy még fogok rájuk gondolni, de így legalább már 5 embert le tudnak úgy fektetni, hogy most nézd, alacsony a vérnyomásod, fel kell stócolni a lábát, valamit, akkor itt automatikusan akár még ő maga is be tudja egy kicsit állítani, hogy jó, hogy kényelmes, ne legyen felfekvés, kicsit mozgatni, és ez volt így az alapgondolat. Akkor beszéljünk egy kicsit hogy is mondjam, csak a másik profilodról. Te hogyan védekezel ebben a egyrészt a járványhelyzetben, az immunrendszered, illetve a téli őszi folyamatos náthás időszakban, hogy erősíted az immunrendszered? Hát nagyon egyszerűen, sokat sportolok, de hagyhatjuk a rizsát, szóval. Szóval én télen-nyáron mindig megnéznek, hogy rövidújú, rövid, nyár, ide felvettem most cipőt, zoknit, normálisan papucsban mezitláb, szóval én effektív, nem azt mondom, hogy bírom, imádom a hideget, de lényeg, ami lényeg, hogy igen, az így van, az immunitást az kell karbantartani, szakterületem, ismered, vannak a cseppjeim, amit 30 valahány éve már kifejlesztettem, én azt nap, mint nap szedem, aha, ennyi, szóval én nem vagyok félős típus, nap, mint nap kórházban vagyok, emberek közt vagyok, szóval én nálam nincs bennem az, hogy fú, pánik, megbetegszek, mi lesz velem, nem. Az adományozásra visszatérve, hogy hogyan látja, hogyan segíthetünk jól, tehát különösen ebben a járványhelyzetben, miért fontos az összefogás, a felajánlás?
Itt, hát nézzük, nagyon sok család egyszerűen hullik szét, mert itt nem az a probléma, hogy most valaki meghal, én is egyszer fogok távozni, de nem az a probléma, itt egzisztenciákról van szó, hogyha a családfő elmegy, vagy valami. Nekem vannak olyan projektjeim, például most, és az is több millió forintba kerül nekünk, ott van egy Jászberény óvoda, például kiválasztottunk 120 gyerek, abból 102-en aláírták a szülők, hogy kaphatják a cseppeket, kaphatják az immunerősítést, nézzük meg, mi történik. Én tudom, hogy mi történik, azért ajánlottam fel. Az óvónők utána jöttek, hogy hát, ha ők is még beleférnének, akkor ők is kaphatnák-e, kapják nyugodtan. Vittünk nekik fertőtlenítőszert, vittünk nekik, azt szintén mi gyártjuk, vittünk nekik immunerősítőt, és mondja az óvónő, hogy nem hiszi el, egyszerűen több mint 100 gyerekkel vannak, mindenki ott van, akkor jött ugye ez a 10 napos szünet, akkor mondja 10 nap után, hogy nem szedték a gyerekek, nem kapták a gyerekek, ugye akkor már visszaestek 70%-ra, most megint megy felfele, de azt mondja, egyszerűen nem hiszi el, és hogy mennyit ér egy ilyen immunerősítés. És ez a lényeg, mert nem az a gond, hogy most egy gyerek megbetegszik, eleve nekik rosszabbul is viselik a betegséget, meg a nátát, törőjük az órát, vagy valami, de azt is látni kell, hogy egy ilyen beteg gyerek otthon, az anyukának otthon kell maradni. Szóval volt munkahely, nincs munkahely, ott kell maradni. Na most apuka ugye szintén megfertőződik, de ő a hős, ugye ő megy dolgozni, megfertőzi ezzel az egész üzemet. Szóval... ugye benne van a félelem, ugye, hogy mennem kell dolgozni, mert hogy elveszem a munkámat. És szóval ezért is fontos az, hogy a gyereknél kezdjünk, mert a gyerek egészséges, akkor a szülők is tudják a munkájukat végezni. Jól kezekben vannak, és az a kicsike nem szenved. Hát akkor zárszónak annyit mondhatunk, én azt gondolom, hogy az adakozás különösen fontos ebben a helyzetben. Dr. Csabai Zsoltnak köszönjük, hogy itt volt, és hát erősítsük az immunrendszerünket, amennyire csak tudjuk. Köszönjük szépen. Szívesen. Köszönjük szépen.